Nem szeretem bajnak nevezni, ez hozzám tartozik, ez én vagyok. Egy ilyen betegség esetében az orvosi segítség nem mellőzhető. Már csak azért sem, mert elég agresszív tünetekkel jelentkezett az én esetemben. És nyilván orvosok jöttek rá arra, hogy már nagyon sok év telt el, de rájöttek, hogy mi a probléma. És onnantól kezdve, amikor megkapja az ember, vagyis én megkaptam az orvosi segítséget, az állapot az nem javult, sőt egyre mélyebb lett a gyógyszerek hatására, nem a hatására, hanem a gyógyszerek ellenére, és még több gyógyszerrel is csak romlott az állapotom, akkor azért úgy gondolom, hogy ha ők, az orvosok segíteni akarnak rajtam, akkor én is segítsek magamon, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet az, amit még én tudok magamért tenni, és ez az a több, amivel együtt kiegészítve az orvosi segítséggel, és azzal, amivel én rájöttem, hogy miért is lehetek én beteg, tehát miért vannak nagyobb subok, miért romlik az állapotom, azt én elkezdtem rendbe tenni saját magamba, saját életembe, és ezzel együtt karöltve, azzal a segítséggel, amiben az orvosaim támogattak és megadtak nekem. Most itt vagyok, nem titkolva 40 évesen, egy gyönyörű, egészséges, 3 éves gyerekkel magam mellett tudva, és ha valaki rám néz, nem lát semmit. 18 éves voltam, amikor először jelentkeztek a tünetek. Csak ízületi panaszok voltak a tünetek, elég súlyosak voltak, nem tudtam járni, nem tudtam aludni, iszonyú fájdalmaim voltak, a házi orvos rettenetesen erős fájdalomcsillapítókat adott is annak hatására, voltam úgy, ahogy jól. Csak ez a betegség az alattomos, mert vannak hónapok, amikor nagyon rossz, de vannak évek, amikor semmi baj. Látszólag nincs tünet. És ezen én úgy elérdegéltem 8 évet, egészen 26 éves koromig. Nagyon nehéz volt, mert azért egy egyetemista, 10-20 pár éves lánynak, mondjuk nem tud járni, nem tud burizni, nem tud szórakozni, éjszaka nem tud tanulni, eléggé keményen rányomta a bélyegét az életemre. Egy másodlagos tünet jelentkezett, tehát nem csak az ízületi probléma, sőt a másodlagos tünet az még súlyosabb volt, mint az ízületi. Akkor jelentkezett a uveitis, tehát a szivárványhártya, nekem intermédier uveitis, tehát az első, tehát a teljes szem gyulladása, és az azért nagyon komoly volt. Még akkor mindig nem tudtam, hogy mi történik velem, mert akkor csak volt egy szemgyulladásom, amit azonnal befektettek a kórházba. Több száz millivel a steroidot egy 26 éves lánynak elkezdték adagolni. Még azt sem tudtam, hogy akkor a látásomat mentik meg éppen. De ott egy olyan orvossal találkoztam, aki hát nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, de talán a második édesanyámnak tarthatom. Fogalmam se volt, hogy mi történik velem, még akkor egy jó pár hónapig fogalmam se volt, hogy mi is az én problémám, vagy mi a bajom. És ennek megint a sorsnak köszönhetem, egy másik olyan orvoshoz kerültem a reumatológián, aki tulajdonképpen ez a két orvos, aki az én életemet egy olyan irányba terelte. Tény, hogy a betegségem kapcsán találkoztam velük, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. 2004. decemberétől az első study programban már részt vettem. Egy évig nem is volt gond. Tehát egy évig, amíg az a biológiai terápia ment, nem is volt tünetem, semmi tünetem, viszont ahogy abban maradt a terápia, most nem akarok hazudni, pár hét leforgása alatt a szemgyulladás az megint. Tehát minden kezdődött előről. Ez a terápia, hogy kaptam, ez az orvosnak köszönhető, mert hogy ott a klinikán ők nagyon felkészültek, tapasztaltak, fiatalak, külföldöt megjárt orvosok voltak, akik dolgoztak már ott kint, ahol törzskönyvezve voltak ezek a gyógyszerek, csak még Magyarországon nem, amit én tudhatok erről, vagy tudok erről, és akkor vállaltam a study programot mindennel együtt. Én úgy voltam vele, ha nem rajtam, akkor majd a következő generáción segítenek. Most teljesen mindegy, tehát nem csak én járok ebbe a cipőbe. És akkor voltak adománygyógyszerek, utána Magyarországon is megjelent, de még ez OEP által nem finanszírozott volt, akkor engedélyt kellett kérni, jövedelemigazolás, tehát azért ennek elég komoly bürokratikus háttere volt, és bizony nem kaptam meg a
támogatást. Nyilván jövedelmem nem volt, mert nagyon-nagyon sok millió forintot kellett volna ahhoz keresnem nekem, hogy ezt kifizessem. Ilyen paraméterekkel nem rendelkeztem, de azt mondták, hogy az állapotom nem olyan jellegű, hogy ez indokolná. Ennek függvényébe adománygyógyszerekkel eljutottunk oda, hogy most itt vagyok. És most már hál' Istennek törzskönyvesztették, és ezek a gyógyszerek, ha adott kezelésen, diagnózissal, kortörténettel valaki rendelkezik, akkor ha és az orvos is benne van ebbe a keretbe, vagy lehetőségbe ismeri, akkor vagy olyan klinikai ellátásba, akkor hozzá lehet jutni. Ülök otthon a kanapén, és nem látok, mert mind a két szemem begyulladt, és mind a két szememet szúrták. És ott ülök, és azon gondolkodom, hogy ezt nem a tévében látom, ezt nem a szomszédban hallom, hanem ez az én életem. Ez itt és most az én életem. Nem tudom még, mi fog velem történni. Eddig is küzdőszellem voltam, harcos típus. Egyébként a Bechterev is erről szól, mereven beleállni a konfliktusokba. Ez egy merev betegség. Én ez a személyiség vagyok. Ez részben jó, és ennek a tulajdonságnak a jó oldalát akarom felhasználni ebbe a küzdelembe, de néha hajlani is kell, és rugalmasnak lenni ahhoz, hogy tudjunk tovább lépni és jól lenni. Ez közhelynek tartottam mindig, amikor azt mondták, hogy egy betegség tud tanítani. Igen, tud. Mint ahogy egy családi tragédia is tud tanítani, egy betegség is. És ezért mondtam azt, hogy az is én vagyok. Tehát ez is hozzám tartozik, ezt valamiért én kaptam.